Négy elemből tevődött össze a Sárospatak Központ fejlesztése, piac korszerűsítése című projekt. Az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatásával megvalósult program keretében kialakították Sárospatak új főterét és megújult a várospiaca is. Emellett új burkolatot kapott a Madách és a Petőfi utca. A beruházás összértéke meghaladta a 360 millió forintot, melyhez az önkormányzatnak 44 millió forint önerőt kellett biztosítania. Azonban a projektmenedzsmentnek nem volt egyszerű dolga, hiszen a különböző programelemek eltérő támogatási intenzitást élveztek. A főtér és a piac teljes egészében 50%-os támogatásban részesült, a főtér részben 50, részben pedig 95%. A másik két elem, a Petőfi utca és a Madách utca útburkolat felújítása pedig 95%-os támogatás. Ez számszakilag meglehetősen sok gondot okozott menet közben, hiszen minden forintot sokszor át kellett számolni a költségvetés bonyolult rendszerében. A költségvetési gondokat sikerült megoldani, és lezárult a négy elemből álló fejlesztés, mellyel a sárospatakiak régi igényeit elégítette ki az önkormányzat, fogalmazott a város polgármestere a projekt záró rendezvényen. A program legnagyobb, leglátványosabb eleme a főtérberuházás volt, hiszen Sárospatakon korábban nem volt főtér. Makovec Imre bácsi is, amikor tervezte a művelődés házát, már megfogalmazta, hogy előtte egy főtér lenne az elképzelései alapján. Tehát a pataki lakosok egy részének az igényét elégítettük ki akkor, amikor ennek a főtérberuházásnak hozzákezdtünk. Ez természetesen változásokkal jár, de igyekeztünk minél kevesebb kellemetlenséget okozni a belvárosban lakóknak. A városfejlesztésre vonatkozó pályázatot több évvel ezelőtt álmodták meg a városvezetők. A cél már akkor is az volt, hogy olyan változások menjenek végbe, melyek a polgárok kényelmét szolgálja és javítja életkörülményeiket. Ilyen például a piac, ami régi-régi vágya volt a patakiaknak, most végre sikerült, igaz kisebb formában, de nagyon szépen megvalósítani. Aztán nem is szólva a főtérről, Pataknak nem volt főtere, ez meglátszott a közösségi életen. Ma már úgy látom, hogy birtokba vették a polgárok, tehát azoknak lett igazuk, akik merészet álmodtak. A főtér Makovec Imréről kapta nevét. Sárospatak polgármestere elmondta, információi szerint az országos költségvetésben lehetőség lesz egy a Makovec épületek felújítására vonatkozó alaphoz pályázatot benyújtani. Siker esetén a művelődés háza és könyvtára is megújulna Sárospatakon, de a megyei fejlesztési tervbe beleillesztette az önkormányzat a tanítóképző 100 éves épületének felújítását is.